Én mindig azt tanítom, hogy néhány kivételtől eltekintve az emberek nem alkalmazottnak lettek megteremtve. Tehát szeretnék egy kicsit rögtön beleugrani a közepébe és provokálni a kedves hallgatóságot és nézőket, hogy nem arra lettél megteremtve, hogy alkalmazott legyél és másoknak az álmait építsed és szolgáljad, hanem én abban hiszek, nagyon mélyen hiszek, hogy ha végignézzük, vagy visszafele tekintünk a történelemben, a gazdaság történelemben, akkor nem voltak alkalmazottak, hanem mindenki valamilyen szempontból vállalkozó volt. Tehát mindenkinek volt valami kicsi, valami saját kicsi, ami a saját magái, amiért volt értelme reggel fölkelni, volt értelme küzdeni. Ez lehet, hogy egy kis földecske, amit megművelt valaki. De lehet, hogy volt egy kis csizmadia műhelye, és aztán ez apáról fiúra származott. És az inasok sem alkalmazottak voltak, hanem az inasok is azért mentek a mesterhez, hogy megtanulják a szakmát, és utána megnyissák a saját csizmadia műhelyüket. Ez az ipari forradalom után jövő új trend és új lehetőség, hogy valaki alkalmazottként helyezkedjen el, de nagyon kevés olyan alkalmazottat látok, aki a saját álmai szerinti életet éli, vagyis a saját benne megszületett álmainak a megvalósításával foglalkozik az élete során, márpedig én hiszem, hogy mindegyikünk céllal teremtetett, és célja van az életünknek, mégpedig az, hogy ez a bennünk feszülő képességeket, ezeket felismerjük, megismerjük, kibontsuk, használjuk, és ezáltal bizonyos értelemben egy gyümölcstermő, adakozó, értelmes, értékes életünk legyen. Fú, hát ezt elképesztően gyönyörűen megfogalmaztad. Ezt nem is lehetne szerintem csodásabban. Nagyon szeretem, ahogy fogalmazol. Egyrészt ebben óriási igazság van szerintem is, bár soha nem gondoltam ebbe bele, de most így, hogy röviden belegondolok, tényleg valóban így van, mert hogyha mondjuk a középkorba így visszagondolok, akkor persze voltak katonák, akik végül is azért valamilyen szinten alkalmazotti szerepet töltöttek be, de hogy valójában rajtuk kívül nem is nagyon jut még eszembe olyan, akit így utasítgattak volna, és folyamatosan másnak dolgozott volna, talán mondjuk a cselédek, vagy valami hasonló. Úgyhogy ez egy nagyon jó gondolat, és nagyon érdekes, tudod, mi jutott eszembe róla, hogy a múlt héten a Bedő Imrével csináltam ugyanígy interjút, biztos ismered a Férfiak Klubjának az alapítóját, és Imre is azt mondta, hogy a mostani időszak az szerinte azért nagyon elkeserítő férfi oldalról, mert hogy nagyon sok férfi az nincs a helyén, nem azt csinálja, amire egyébként teremtetett, és nem tudja a családját sem, a saját életét sem úgy vezetni, ahogy egyébként kellene. We got no problems, so worry about.